Az elmúlt héten láthatták televíziunk műsorában azt a beszélgetést, amelyet Vég József fafaragóval készítettünk. Tanár úr akkor említette Kovács István szekér és kocsi készítőt, akivel több kiállításon együtt mutatták be alkotásaikat. Ezért néhány nappal ezelőtt megkerestük Kovács Istvánt is, akit eddigi tevékenységéről, kiállításairól kérdeztünk. Beszélgetni meg gyönyörködni jöttünk Kovács Istvánhoz. Csodálatosak ezek a munkák, amik itt a polcon láthatók. Mi történt mostanában önnel? Kiállítása nem nagyon volt Iszafüreden, de máshol hallottuk, hogy járt. Mi újság van? Igen, köszönöm a tévénézőket. A tavalyi év igencsak jó sikerült. Elég sok helyen megfordultam a kiállításokon. Vissza lehet vezetni ezt a 2011-es modellkiállításra, Hintó modellkiállításra, aminek a Fabőveletébe címet kapta annak idején. Igen, és itt volt a múzeumban. Igen, itt már az látható volt. Azóta igen, változtak a dolgok, mert részt vettem Keszthelyen a Feszteris kastélyban egy nagyon szép kiállítást tudtunk rendezni a Kocsi Múzeumban. Utána tavaly évben pedig Mezőkövesden volt egy kiállításom, ami úgymond a múzeumok éjszakájának a napjával kapcsolatos volt, és a város napjával is összefüggött, amikor is elkészült a Fekete Gyász hintó, ami a Mezőkövesnek a hintaja, mondhatjuk azt, és ott volt egy komolyabb kiállítás. Most láttam az oklevélen, hogy iparművészként tartják nyilván. Hogyan zajlott ez a folyamat, mit kellett ezért tennie, és mit jelent majd az ön számára? Igen, mégis a kedves feleségem kutatott ennek a lehetőségnek utána, hogy hogy lehetne ezeket a hintókat, szekereket valamilyen minősítés, hogy kapjanak. Így talált Pesten egy olyan lehetőséget, ahol mind a 10 alkotásomat elvittem, és két napig tartott a zsűrizés, és második nap telefonáltak, hogy mehetünk a munkánkért, és mondták, hogy nagyon örülnek, hogy ilyen mind a 10 alkotás minősítést kapott. Ezek tulajdonképpen egyedi alkotások, tehát arról szó sincs, hogy most már nagy üzemben készülnének majd ezek a hintók és szekerek. Kapott valamiféle értékelést róluk, vagy maga a cím az azt jelenti, hogy ezek kiváló, tökéletes munkák? Hát iparművészeti alkotásnak minősítették, és azon belül ugye kapott különböző zsűriszámot kapott, meg egy kis védettséget is, hogy hát hamisításra esetleg, ha valaki hamisítani szeretné, akkor ugye ez már van egy kis jogi védelem, amit ez biztosít, ez a cím. Számomra egyébként hihetetlen, valahol elmondta, hogy 1982-től készíti ezeket a modelleket. Azért hihetetlen, mert mennyi munka lehet benne, mennyi kínlódás, mennyi tanulás, hogy ezek a remek művek elkészüljenek. Én nagyon remélem, hogy lesz még lehetőségünk a műhelyében is beszélgetni, mert olyan jó lenne belenézni, hogy mit is csinál, hogyan dolgozik ezekkel a hihetetlen tökéletes és aprólékos munkákkal. Most csak úgy általában beszélgessünk. Látható itt most ebben a szobában a legelső munkája? Igen, igen, természetesen ő az, akit 82-ben készítettem el. Ez még egy ezermester újságnak a rajzát adta ki az újság, és annak alapján készítettem el. Hát amikor a lányom születtek, akkor készült, hogy nem most volt, így van. De ez mégis érdekes módon, hogy mennyi idő alatt készül el, ez nagyon sok minden befolyásol, hogy dolgozik az ember, nem ér rá. Tényleg eltölti vele az ember, ez itt, amikor van szabad ideje, pár oroszát. Hogyha összeadnánk, akkor 1000-1100 órába kerülne, hogyha most minden nap azt csinálna az ember, és akkor ennyibe kerülne körülbelül. Korábban pont azon a kiállításon, amit az előbb említett, beszélgettünk arról, hogy ön teljes méretpontossággal modellez, talán 1-10 arányban? Igen, 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 igen. Miért pont 1-10 arányú a modellkészítés? Vagy ez valami szabály, vagy előírás? Itt nincs szabály, ezt én találtam ki, ezt a lehetőséget. Van egy pici fönt,
1-20-as méretarányú, ő nagyon pici. Ugye abban is ugye a gomostűre vágott menetek ugyanúgy megvan az anya rajta, csak az már nagyon mikroszkópikus. A nagyobb méretek, ugye azok már nagyobb helyet foglalnak egy lakásba, és ugye ezt ebben ki lehetne dolgozni, de hogyha alaposabban megnézzük, most már vannak nagyítóink is, amivel majd kiállításokon lehet őket nagyítóval is nézni, úgyhogy ki vannak dolgozva az alkatrészek, csak nem annyira látszanak. Azt az 1-25-ös arányút, azt nagyon nagy kínlódás volt elkészíteni? Az igazság, hogy emlékszik hogy vissza? Nem, szint öröm számomra, amikor ilyen apró dolgokat készítek. Nagyítót fölteszem a fejemre, és akkor onnastól kezdve majdnem olyan, mint hogyha tényleg nagyobb nagyságba nézném, vagy készíteném el. Úgyhogy szóval a szakmámban is vágmint műszerészként nem nagyon okoz gondot ezek az apró alkatrészek elkészítése, úgyhogy örülök nagyon, amikor úgy van egy kis szabadidőm, és akkor minden rendben van, az ember körül, és akkor leülhetek, és akkor faragom, fúrom, vagy éppen csavart készítek, szóval ez nagyon nagy megnyugtató dolog számomra. István milyen anyagokkal dolgozik? Ami itt látható, az fa elsősorban, valamilyen fém. Általában úgy szoktam a fa anyagokat is kiválasztani, hogy egy kicsit kötődjenek hozzám, a családhoz, a diófa, a cseresznyefa, vagy éppenséggel egy megyfa, vagy egy körtefa, ami a polcom is készül körtefából, ami a pósiknak az udvarán. A diófa az miért kötődik a diófa az, igen, a szülői házamból, ahol Tiszarafon lakom, ott kivágtunk egy szép diófát, mert elpusztult, de úgy megmentettük, hogy lett belőle egy alkatrész beépítve a hintóba, meg lett egy bölcső készítve, ami már másodjára használja az unokám, úgyhogy most is kint Hollandiában, ugye az unokám most fekszik benne, most született 3 napja, úgyhogy Isten éltesse. Abban a fabölcsében van, amit én készítettem neki, és a Tiszarafa kötődik a fa is hozzá, de ugyanúgy bármelyik hintomba, meg a lovakba is a diófa és egy szülői kötöttségű fa. Általában 5-10-15 éve száradnak fáim, amit elő szoktam venni. Még mindig? Még mindig vannak olyan. Ott hát vannak. Olyan helyen van, igen, elrakva, hogy még száradnak is, hogyha előveszem őket, akkor már tényleg légszárazak, úgyhogy abból szoktam faragni. A cseresznyefából van a feleségemnek a nagyapja, van kifaragva, a szántóveti ember figurába, a diorámába, a cseresznyefából van kifaragva. A lovak is ugyanúgy diófából vannak kifaragva, és itt léptem kapcsolatba a Józsi barátommal, akivel konzultáltunk, mert a fafaragás az egy nagyon érdekes, más világ. Ó, hát és a nyitómodellek készítése az teljesen más. Nem, a vasszakma és a vasmunka az sokkal gyorsabban elkészülnek. Itt vannak itt látható munkáim, amik félkészek, ugye most is készülnek, de a fával egész más bánni, és másképp veszek el belőle, nem úgy van, mint nem tudom. Szóval a fát azt meg kell beszélnem olyan hozzáért emberekkel, akik ezt jobban ismerik, és sokat konzultáltam Jóska barátommal is, hogy most hogy faragjuk ezt a lovat, hogy jó legyen, vagy ezt a figurát. Igen, szóval a fa az saját magam. A fém az meg általában milyen fémeket használ? Mert általában fekete színűre van festve. Mi a maga az alapanyag? Alumínium, vas? Nem, általában ami a vas, az vas. Ami általában, igen, ahogy acélos, az acélos. Hát igen, néha mondom magamnak, hogy muszáj ilyesmit csinálni, hogy fédert is, ami rugalmas, régi ismerik a szakmában, vasfűrészlapból, nagy nehezen kivágom, majd lehet átfúrni. Lehetne sima, egyszerű alumínium drótból, de én nálam a pontosság és a precizitás legalábbis itt jelentkezik, meg a csavarok mérete, meg hogy nem összedrótozom, hanem összecsavarozom őket úgy, ahogy kell. És itt van az, hogy ez a pontosság, hogy ha nem milliméter pontosan dolgozom, akkor nem fognak kijönni az összeépített alkatrészek. Természetesen, hiszen itt modellekről van szó, ami azt jelenti, ugye, hogy működőképes, az a kerék ugyanúgy mozdul, az ostorfa, vagy nem igen, tudom, az is, ugyanúgy igen. Használható lenne, hogyha igen, igen, megfelelő méretű. Nagyon örültem a Szántóvati embernél a hámot elkészíteni, mert a kantát a lóra felszerelni, a lovat megpatkolni, 6 szög van a patkóba benne, meg van patkolva a ló. Volt egy nagyon jó ismerősem, egy fuvarozó idős bácsi már, aki kölcsön adta nekem
a hámot, itt volt a lakásban, ugye téli időben volt az is, és akkor na, akkor itt méretezgettem a konyhába, lecentiztem, hogy minél életfűbben meg tudjam csinálni. A hámot is ugye meg kellett varni géppel, ugyanazt az öltéseket próbáltam visszaadni, ami az eredetén van. A csatokat, amik 2 milliméteres csatok, a csatnak a része is, a tű része is 0,2. Szóval ilyen milliméteres pontossággal, azért mondom, hogy most már mellé tesszük a kiáltásokon a nagyítót is, hogy azért lássák a részleteket. Szóval ennyiből egy kicsit ahhoz rossz. Már azért szakember kell, nem csak ilyen átlagos múzeum látogató, hanem egy szakember, aki oda megy és meg fogja nézni, hogy az a milliméter az vannak, jó helyen van. Vannak szakemberek, akik direkt úgy nézik, akik mondják is, hogy igenis, ez tényleg így van az eredetibe is. Uh-huh. És ugye most a tavaly évben volt a június gyereknapon megrendezve egy Jászberénybe egy verseny, amikor elkészültek ez a két modellem, akkor mondom, megmérettetjük őket, ugye általában minden évben vittünk valami a versenyre, hogy most elvittem ezeket versenyeztetni az a saját kategóriájába, hát 3. helyezést ért el a munkám, de érdekesen fogadták a gyászintót. Mindjárt beszélünk róla, de előtte hagyj kérdezzem már meg, itt azon a 2011-es kiállításon is voltak olyan idősebb bácsik, akik hasonló munkával, hobbival foglalkoznak. Összesen hányan lehetnek az országban, vagy hányan került esetleg kapcsolatba kiállításokon, vagy egyéb helyeken? Úgy tudom, hogy 3 vagyunk, még talán egy embert ismerek, aki Runántúlon lakik, most névről nem tudom pontosan, de ha azt is, ha jól tudom, ő más kereskedelmi jelleggel készíti ezeket. És ő érdekes módon mindenki egy a 10-es méretarányba készíti ezeket a modelleket. Úgyhogy aki már 82 éves, az egyik Pali bácsi, a Zsátoraűhelyi, a másik debreceni Sanyi bácsi, az pedig 92 éves most, és mindig tartjuk majd azóta is a kapcsolatot, úgyhogy fölköszöntettük egymást, fölhívtuk egymást, és általában most is megbeszéljük, hogy mit csinálsz, Pali bácsi, én mit csinálok, szóval nagyon jó, ez megmaradt, ez a nagyon jó kapcsolat köztünk, de a méretarány ugyanaz, érdekes módon pedig ezelőtt sose láttuk egymást. Nagyon érdekes. Na, beszéljünk akkor az egyik csodáról, az a debreceni gyászhintó, amit egyébként látnak a televízió nézők is. Igen, ez a debreceni, a gyászhintó az a mezőkövesdi. Igen. Ami ugye a gépmúzeumban találtam valamikor 2 évvel ezelőtt az eredetiét, és ugye ott megbeszéltem az igazgatóval, vagy Ráfis János bácsival, hogy bejárhatnék el, hogy méretezhetném. Ó, nagyon nyugodtan menjek be, bármikor, akármi bajom van, nyugodtan segítenek. És végül is úgy beszéltük meg, hogy ezt a kedvességet szívesen segítettek, hogy a következő év, amikor elkészül a hintó, akkor feltétlenül mutassam be nekik, és akkor így került. A tavalyi évben, 2013, azt hiszem június 10-e körül a múzeumok éjszakáján egy egész nagy város napjával kapcsolatosan a megnyitó, és kis előadást kellett tartani, hogy készült, hogy milyen formában, hogy dolgoztam ezzel, hogy most, és egész nagyon jól fogadták, nagyon örültek neki, hogy mezőköves gyászintóját elkészítettem. Hogyan kezd hozzá a munkához? Azt már az előbb említette, hogy bizony itt le kell rajzolni, meg kell mérni pontosan. Amikor már itthon van, előkészített hozzá anyagokat, mi az, amit először elkezd készíteni? Melyik része a hintónak? Elsősorban, amit legegyszerűbben lehet elkészíteni, a féderek, rugók, kocsi kerekeit. Hát a kerék az most, itt vannak félkészen a kerekek, már most össze vannak állítva. Első hátsó kerék össze van rakva, hogy hány tagból áll, hány talból áll, ezek már elkészültek. Ez most egy nagyon bonyolult lesz, mert ennek a minden egyes külőjét külön kell majd faragni. Vannak fényképek róla, úgyhogy ez most teljes mértékben ez a faragás csúcspontja lesz majd. Nem tudom. A rajzoláson kívül fotókat is csinál, ugye? Igen. Egyszerűbb dolog már itthon látni a fotókon. Igen. Hát Keszthely nem itt van, úgyhogy elmentünk Keszthelyre.
egy alkalommal, és ott is az igazgató, mivel volt kiállításunk, ott így ott is nyugodtan mehetünk és beléphetünk ebbe a szentélybe. Ott már kedves ismerőség. Így van, és akkor megengedték, hogy méretezzek, és csináltam róla a különböző rajzokat, és akkor a rajzok, itt lehet látni a rajzokat, hogy milyen lerajzolom őket, és utána, amikor elmegyek egy helyre, akkor már nem azzal foglalkozok, hogy még rajzolgassak, hanem már csak lemérem és rárajzolom a megfelelő méretet, ráírom, hogy mi hány centi vagy hány méter, és ezek alapján utána, akkor itthon vagyok, akkor már csak a kicsinítéssel foglalkozom, úgyhogy... István, ehhez műszaki rajz ismeretek kellenek, ez megvolt önnek, ugye? Hát ugye az iskolai szakmában benne van a műszaki rajzkészítés, persze, hát ez így van, persze, ezt tanultam annak idején, hát ez benne marad az emberbe, és akkor ezt így. És jó, a kerékkészítés akkor az nagyjából a második fázis? Vagy hát az első, hogy... második fázis, vagy éppenséggel egy laprugós megoldás, ami már most elkészült a Nagy Jászintónak a laprugója, ami egy különleges megoldással készül, a kerékagy is elkészült már a csavarral, és egy külön kerékagy lesz majd, érdekes. Szóval ezeket, amik egyszerűbben elkészíthető, azokat készítem el leghamarabb, leggyorsabban, és utána, ami nehezebb faragások, azok maradnak utoljára, hogy... Melyik a nehezebb faragás? Én úgy nem tudom hát megítélni. Majd meg lehet látni a gyászintón, az oldalán van egy ezüst színű kis, ezüst színe festett, ugye az is egy kis diófából van kifaragva, és ez egy 5-6 centi széles kis méret, amit nagyítóval kell kifaragni a levél formáját, a babérkoszorúnak a leveleit kiformázni, és azt ugye nagyítóval kell elkészíteni, úgyhogy az a fafaragás, azért mondom, hogy egy más világ. És ez már nekem egy kicsit nehéz, de nem azt mondom, megmondom, de ez a fém munka sokkal gyorsabban halad. A fafaragás az más. Igen. Elkészít, nem tudom pontosan, 120 darab alkatrészt. Hogyan kell összeszerelni, összerakni őket? Ott is kell csavarozni, vagy forrasztani, vagy nem tudom, ragasztani esetleg? Ugyanúgy, persze. Az alkatrészeket egyenként elkészítjük, körülbelül ezer, attól függ, milyen egy hintó, 1000-1200 alkatrészből áll, mire az utolsó alátétel is összecsavarozunk. Akkor egy nyúlát még hozzá tehetek. Igen, és akkor ugye azért mondom ezt, hogyha a sok alkatrészt nem jól készítem el, nem milliméter pontosan fúrok, meg reszelünk meg mindent, akkor a legvége nem lesz egyforma, akkor sok minden el lesz, akkor nem egyeznek dolgok. Ez itt a lényeg az egész pontosságnak, hogy pontosan dolgozok, akkor minden összeraknánk, akkor egy csomó, akkor szépen összeilleszkedik minden. Így jön össze egy hintó, hogy minden egyes alkatrésze, vagy egy lámpa is, hogy a lámpa is, hogy ugyanúgy. Igen, ezt már láttam. Alkatrészek. Most nem világít, láttam, mert igen. Most nem világít, de igen, ez nem világít készültem. Egyébként. Igen. Elvittem. Ugyanúgy van a gyászintón is két lámpa, annak is az eredeti forma, méret szerint milliméterre le van kicsinyítve, szóval itt én így szeretek dolgozni. Van-e olyan, amikor csalnia kell? Mert valamit technikailag lehetetlen úgy megcsinálni. Mondjuk azt, igen, hogy a modellezésben van egy kis torzítás lehetőség, de nem feltétlenül nem szoktam. Nem. Esetleg addig kínlódik vele, amíg tényleg a helyére nem kerül. Így van. Végis itt a csavarokkal van problémám, mert ugye van a még csavart, hogyha egy 10-es méretre lekicsinyítjük, akkor lesz egy 0-6-os hajszálvékony csavarunk, ugye a lórások használják, nem probléma végül is, csak nem tudom beszerezni ezt a fajta méretű metszőt és fúrót. Ugye a gombostya a legegyszerűbb, mert az 1 mm-es, és még 1 mm-es csavarok van. De az nem csavar önmagában. Nem, de abból lesz a csavar, és akkor meg az anyát szóval is hozzá. Szóval gombostűre menetet kell vágni. Így van, vágni. És akkor annak meg kell csinálni egy anyát, ami ugye majd összefogja azokat az alkatrészeket, mint itt is például, ugye itt is lehet látni, hogy ebben is benne van egy csavar. Ez egy 1,2-es csavar, anyával elkészítve és átfúrva, és akkor itt, ami majd erre csatlakozik a alkatrész, megint pontosan kell kifúrni, mert akkor nem egyeznek dolgok. Úgyhogy itt is össze van már csavarozva, úgyhogy ez nem. Amit meg heggeszteni kell, ezt meg ugye heggeztünk, ívheggesztés, vagy esetleg ránkheggesztéssel megoldjuk. De nem nagyon szoktam eltérni a méretektől, mert akkor nem fog kijönni a legvégén, nem lesz egységes a munka. Össze van szerelve
Mi az utómunkálat? Le kell festeni, vagy nem tudom, még csiszolgatni, vagy, vagy díszíteni? Igen, végül is az utómunkálatokban a festés és a kárpitozás, mert a gyászhintónál is van az üléshúzat, egy eredetiről lett leméretezve a mintája is a gyászhintónak, hogy elis színű szalagok. Belül a belső kárpit, a gyászhintóban is benne van a fekete húzat, hasonlót próbáltam venni a boltba. Vagy mennyit egy ilyen egy tenyér? Hát elmentem, és adtak ennyi méretet. Egy darab kárt a széléből. Így van, és végül is a belső kárpitnál a rojtozás, ami látszik, aranyozott színű rojtozás, hogy hogy kell kitanálni azt, hogy ez úgy fessen, mint hogy az eredeti rojt lenne, hogy lekicsinyítve. Szóval van ezekkel, mondom, a faragás és a ruha nem is dolgok, mert ugye a debreceni hintónál is a belső kárpitozás, és a bőrmunka, amikor igen, szétnyílik, és azon is belső bársony van, úgyhogy szóval egy pár szakmát meg kell tanulni, egy kicsit varni, szabni, de az sem baj, mert ugye valaki műszerészként nem volt probléma ezekkel a dolgokkal, úgyhogy így készülnek. Meg kell mondanom, hogy én szerintem már odavágtam volna a szerszámot. Nem, biztos, hogy nem lenne türelmem ahhoz, hogy ennyire aprólékosan. István, mikor unja ezt meg? Vagy mikor mondja azt, hogy na most elég volt, esetleg a szeme vagy a keze az elfáradt közben? Nem, szerintem nem. Én teljes mértékben nagyon jól érzem magam, amikor ezt készítem. Úgy szoktam mondani magamban, hogy hát amikor minden rendben van az ember körül, úgy család, úgy testvére, lelkileg úgy rendben van az ember, akkor tudok igazán dolgozni, és akkor dolgozni, hát végig is hobbiként foglalkozni ebben a dologgal, hogy lemegyek a garázsba, és akkor tudom, hogy minden rendben van, leülök, és akkor 3-4 oroszát eltöltök, és akkor csak csodálkozom, hogy mennyi mindent haladtam, és akkor ez egy nagy megnyugtatás szerintem, ez egy jó dolog. Meg sem merem kérdezni, hogy órában nyilván tartja-e, hogy egy-egy darab mennyi óra alatt készült el? Hát körülbelül 1000-1200 óra, azért gondolom, hogy ha összeadjuk, körülbelül ennyi. Persze, hát azt most nagyon elhúzódik, mert ugye minden napos nem ezzel foglalkozik az ember, ugye csak dolgozik, van munka, meg egyéb elfoglaltság, úgyhogy ez azért is van néha, hogy 2-3 évig elhúzódik egy ilyen hosszú kocsinak az elkészítése. Nem azért, mert hanem egyéb okok miatt is. De elég hosszadalmas azért. Egy vasdarab, itt van a kezemben egy vasdarab, ami egy nem látszik senkinek, nem mond semmit, de ebből lesz egy fontos alkatrész, amit nekem ezt a 8 mm-es vasat most ki kell reszelnem 4-3 mm-esre, és egy különböző egy alkatrész fog elkészülni belőle. Végül is ez nem egy 5-2 perces munka lesz, hanem ez napokig el fogok vele szórakozni, hogy ez olyan alkatrész legyen, ami következik. Nem lehetne egy 3 mm-es vasat venni, és akkor nem kellene ennyi munka hozzá? Nem, mert ugye annak én a kovácsmesterek, akik ezt a kovácsmester, aki elkészítette ezt az eredetiét, ő betett egy nagy vasdarabot a kovácstűzbe, és addig ütötte a vasat, amíg olyan nem lett, amilyen nekik kell. Magyarul én is azt próbálom visszaadni, hogy amit mondtam az előbb, hogy nem egyszerűen használok egyszerű munka, hanem akkor én is ugyanúgy megpróbálom ugyanezt elkészíteni. Ugyanúgy fölmelegítem, és akkor nem azt, hogy ugyanúgy kovácsolok, de mint a patkoló kovács, vagy a patkót is ugyanúgy készítettem el, kifúrtam 0,5-ös fúróval, és akkor szögeket ugyanúgy el kellett a szöget készíteni a lóba, belefúrni, és megpatkolni a fába. Így van. Hál' Istennek legalább nem rugdalózott. Igen, igen. Szóval ezek, amik ilyen munkában, amik kihívások, azok nagyon-nagyon tetszenek, és akkor ezek ösztönöznek arra, hogy na, akkor most még egyszer megpróbálni. Nem nagyon szoktam elrontani alkatrészt, mert nem szeretem még egyszer elkészíteni. Hát igen, igen. Itt ne legyen selejt. Mondjuk egy művészi munkában az ember már nem is engedi meg magának. Igen, érdekes, hogy igen, hogyha most a lovat nem jó faragom ki, akkor most azt, amikor már majdnem készen, és valami nem lett jó, többet vettem el belőle, akkor már a faragásnak, akkor már nem lesz jó, akkor már nem most el lehet dobni, vagy szóval igen, mert most, hogyha kijavítani, azt már nem nagyon lehet. Gyurmával dolgoznék, vagy minek mondják, igen, akkor még vissza tudom tenni, darabot. De itt már nem tudok elvenni belőle. Ha elvettem, nem tudom visszatenni. Igen, érdekes ez a dolog, ez nagyon ez tetszik az egészben, hogy ez az igazi kihívás, hogy így.
Amit eddig készített, az minden itt van ebben a szobában, vagy elajándékozta, eladta esetleg? Nem, ez minden itt van. Ez a 10 darab, ami elkészült, ez mind itt van. Készítettem egyéb apró ajándékokat gyerekeknek, pesgős kocsit, ami ugyanő fakerekek, esztergált küllőkkel, meg különböző figurákat. Vagy a családban? A családban, a gyerekeknek ilyen, vagy esetleg tavaly faragtam a Názárnak egy kis dugót, borosüvegbe egy dugót, egy öreg paraszbácsi figura volt a dugó teteje, vagy apukának faragtam, Tiszarofra mondta nekem, hogy fia, faragjál majd botot. Jó van, papa, mondom, faragok egyet, és akkor ugye ezelőtt 8 évvel találtam egy olyan hajlott fát, amit addig száradt, és most elővettem, és akkor a papának faragtam egy botot. Szőlőlevél mintát faragtam bele, szőlő... Hát ne csak egy egyszerű bot így legyen. Van, és a hajlatába és a végébe egy ipolya van belefaragva, mert édesanyám ipolyának hívták, ugye már aki korán elhunyt, és ennek emlékére egy kis ibolya fejeket faragtam még pluszba bele. Mm. És de szerintem ez már pihenés volt, nem? Egy botot faragni. Hát igen, azért mondom, hogy így kicsit... Ki mozdulok ebből a hintos világból, és akkor ilyen apró ajándékokat én szoktam így faragni, így, hogy megkérnek, hogy vagy besegítek különböző helyekre, biztos ismeri, a múzeumnak is szoktam besegíteni. Igen, találkoztam. Felkérés volt a nyáron egy óvodásoknak egy programba vettem részt, amiben kis vitorláshajót készítettünk az óvodás gyerekekkel a táborba. Vagy a fűszfasípokat már most évek óta. Igen, vannak itt fűszfasípjaim, még működnek is, úgyhogy vagy amikor eljön a tavasz, akkor már majdnem ezt lehet mondani, hogy rendszeresen megyünk tavasszal, és akkor hívjuk az óvodásokat, iskolásokat, hogy ismerjék meg a játékra, így van. Mi az a hintó vagy szekér, ami most készül, és aminek a darabjait az előbb megmutatta? Igen, ez is Keszthelyen van az eredetije, a Feszteris Kastély Kocsi Múzeumában található, ez is egy gyárszintó lesz, ez most egy fehér gyárszintó lesz, ami igen nagy kihívás lesz számomra, mert rengeteg faragás lesz benne, és nagyon aprólékos munka, úgyhogy most ez készül. Hát megint föltetjük a kérdést, miért pont gyárszintú. Ezt találtam igazán olyan közeli, olyan munkának, ami igazi kihívás, amit el fogok készíteni, remélem, hogyha lesz rá annyi időm. Mert egy sima egyszerű szekereket már ugye készítettem, már van 2 is, de mindegyik más különben ott is, mert a vása a kovácsolt része, de ami igazán sok munka van vele, az a mindenféle más munka, amit még esetleg nem tudom, hogy most hogy fogjuk megoldani, de ez a kihívás része, a lényeg. A kihívás, igen. Ez nagyon érdekes, hogy ön tulajdonképpen nem sürgeti senki, nem hajtsa senki, nem akar feltétlenül kiállításokra menni, hanem ott belül, ugye, ott belül van valami késztetés, hogy ezt meg kell próbálni. Nehéz lesz, de megcsinálom. Így is lehet mondani, igen. Hát... mindenki választ magának egy hobbit, egy olyan elfoglaltságot. Van, aki sétál, van, aki focizik, van, aki más egyéb, vagy éppenséggel csuhéból fon valamit, ami ugyanolyan szép lesz. Én hintókat készítek, amik gyerekkoromból valószínűleg közelebb állnak hozzám, a lőcsös kocsik, meg a különböző jók. Igen, én ezt választottam, és közben vannak kilengések ilyen különböző kiállításokra, amik modellmaket kiállítások, vagy éppenséggel a mostani múzeumban látható vasútőtendi kiállítás, ahol gondolom megemlíthetem Darai Gabi barátom, felkért, hogy segítsek már neki elkészíteni egy terepasztalt a Tiszafülednek az állomásának a kicsintett mását 1-160-os méretarányban, ami a modellezésben ennes méretarányt jelent. És segítettem Gábornak ebben a hobbiban, ugye, mert ugye... Melyik részében segített?
A telepasztal készítésben a fákat, meg házakat készítettem, Gábor a vasút sín részét, meg a síneket rakta, meg a tereprendezést ő készítette, szóval amit ott tényleg csak besegítettem, a Gábor azt mondta, ezt Pista, ezt készíts, akkor azt csináltam, és akkor így besegítettem neki. Az is modellezés, az is egy nagyon jó dolog, szóval ami modellezés, azt általában majdnem azt mondom, majdnem mindig ott szeretnék lenni, ami a rendezvény. Minden jöhet, ami modellezés. Repülőgépek nem hiányoznak? Van, igen. Mondtak régen azt, hogy földön, vízen, levegőben vannak ECI repülőim, hajóim, makett, modell, makett műanyagok is, de főként megmaradtam a fánál és a fémeknél, úgyhogy ezt szeretném inkább és folytatni. A hintóknál. Szerintem ez már egy örök szerelem lesz. Ez így van, igen. Így van. Kedves István, köszönjük szépen a beszélgetést, és nagyon szeretnénk akkor a műhelyben is még egyszer találkozni, amikor dolgozik, hogy meglássuk, hogy mik a műhely titkok. Nagyon szívesen